A polgármester hivatal szakosztályán jelenleg a tavalyi adatok feldolgozását végzik, ezt várhatóan január 10-ig sikerül lezárni, ezután elkezdődhet az idei évre szóló adók befizetése. Ahogy az lenni szokott, idén is kedvezményt kapnak azok az udvarhelyiek, akik egy összegben március végéig leróják kötelezettségüket. Ők 10%-kal kevesebbet kell fizessenek. Ezt az évek óta létező lehetőséget sokan ki is használják. Be általában befizettem, minden év ott lent. És miért fizeti be egy összegben? Azért, hogy nem legyen aztán tartozásom, mert a hátrálék, hogy mondjam, kamatozik évvégére, és jobb, ha elrendezem, nem nagy összeg, elintézem egybe. És akkor tudom, hogy évvégén nincs bajom vele, és még mindig utána írnak, mert hát kamatozott, mert nem fizettem ideig. Tudják, hogy kedvezményt is kaphatnak? Tudjuk, csak hát két részbe szoktuk fizetni. Hogy ahogy aki egybe befizeti március közepéig, az kap 10%-ra hozzá? Hát azt mondjuk biztosan, mert az neki jövedelem megmarad. A helyi önkormányzat tavaly decemberben úgy határozott, hogy 2013-ban emeli az illetékek mértékét, így a járművek után 6, az ingatlanok után pedig 7,5%-kal kell többet fizetni. Így egy 1400 köbcentiméteres autóra idén közel 70 lejt egy kétszobás tömbházlakás esetében pedig 130 lej körüli összeget kötelesek fizetni a tulajdonosok. Akik elmulasztják az adók befizetését, bírságot kapnak, a havi büntetőkamat 0,2%. A polgármester hivatal pénztára hétfőtől csütörtökig 8 és 13 óra 30 perc között tart nyitva, pénteken délig állnak a városlakók rendelkezésére. Mivel az adatok feldolgozása most történik, egyelőre nincs pontos szám arról, hogy tavaly hányan maradtak el az adó befizetésével Székelyudvarhelyen.